Persze mindig pont elmegy onnan a mozgolódás, amikor mutatom. De az egy kicsit talán látszik. Ilyen organikus élőlényként mozog ez az egész fólia. Körülbelül szólt a mikro, hogy kész a kávé. Na, itt látványosabb azért. Még ha hallani talán nem is hallatszik annyira az örgés. De egy kicsit látványosabb, hogy mi történik a fóliával. Hogy mozog. Időnként. És hogy ilyen önálló életre kelt a fólia, zireg-zörög, éjjel már megint azon gondolkodtam össze, hogy vajon csöpög-e rá a víz, de aztán rájöttem, hogy nem, csak a szél hangját hallani a fólián. Szóval az azért van, mert szél van, és időnként vannak ilyen erőteljesebb széllökések, és akkor kezdi el mozgatni a fóliát, ugye hát fölötte ott a rés, de egyébként érdekes a történet, mert a sejtető volt azért szélben át tud szellőzni a tető, és akkor sosem csöpögött, pedig ott azért nincsen nagy rés fönt, de az oldalába vágtam szellőzőket, pont ezt elősegítendő, de szélcsendben az ugye nem segített, megkerült be a szellőzőventilátor, ami szélcsendben ugyanúgy nem segített, de azért látszik, hogy ilyenkor mennyire nagy mozgás van szélben, ezt nem gondoltam volna, hogy ekkora nagy mozgás van, mert amit ott láttatok, hát a gyerekszobánál még csak 15 centi a szigetelés, de aztán fokozatosan emelkedik, és hát ott az ebédlőasztal környékén ott már ilyen 30 és 60 centi között van a kőzetgyapot. Tehát, hogy igazándiból 60 centi kőzetgyapoton is így átfúj a szél, úgyhogy nem direktben a kőzetgyapoton fúj a szél, vagy nem direktben, hogy neki csak van pár tetőszellőztető vágva az oldalába, hogy ennyire átmozgassa. Na, ezt nem gondoltam volna, mert nem volt ott a fólia, de ugye ez nem tűnt föl, hogy hát ott ekkora légmozgás van szélben. Oké, hát szélben hamarabb ült a ház, ez oké, minden ház hamarabb ül szélben, kívül amik nagyon faszán meg vannak csinálva légtömörre, de hogy ezek szerint ilyen sok megy, hogy tudja mozgatni ezt a fóliát, és szemmel láthatólag zörög, meg mozog, tehát rengeteg levegő jár. Úgyhogy oldalból kapja a tető a szelet, a kőzetgyapot pedig ugye fölülről van rajta, tehát hogy elég extrém légmozgás. De így ez most látszódott legalább, hogy tényleg mennyire sok, ezt nem gondoltam volna, hogy ezen a pár deszkarésen, a 60 centis kőzegyepoton keresztül ennyi levegő át tud mozogni szélben.